Királyok első könyve 17. fejezet 16. versét olvasom. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Az úrnak beszéde szerint, amelyet szólott illés, tudnék illés próféta által. A történetnek egy kis része ez a vers, és a történet olyan megindító. Él Sárepta városában, a földközi tenger keleti partján van ez a Sárepta, egy özvegyasszony egyetlen fiával. Nagyon elszegényednek. A végén már nincs mit enniük. Van egy kis lisztecskéje, van egy kis olaja, még most megdagasztja a tésztát, még kisüti azt a pár cipót vagy pogácsát, és aztán magába is így tervezi el a jövőt, hogy most már semmim nincs, most már olyan ágról szakadt vagyok, hát le is kell hullani az ágról, hát akkor meghalunk, éhen halunk. És erre az éhalára készülő emberre, helyezi most a Biblia figyelmet. Valaki meg akar halni, mint ha a mai embereket hallanánk. Ha ez meg ez nem lenne, meghalnánk. Éhen halnánk. Nincs mit ennünk, nincs semmi anyagi biztonságunk, tart, tartalékunk, éhen fogunk halni. Isten elküldi Ilés ehhez az özvegyasszonyhoz és a fiához. És érdekes módon nem liszttel, nem olajjal küldi el, sem kenyérrel és pogácsával, hanem azzal, hogy a sáreptába beállító illés próféta ettől a szegény asszonytól kér, mert ő is nélkülözik. Kér tőle élelmiszert, hogy adjon neki a pogácsájából. És amikor az asszony elhatározza, hogy ad, hogy kisegíti a prófétát, pedig neki is fogytán van, akkor teljesedik be az, amit olvastam, hogy a vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Ilés által. Illés tudnék biztosította az asszonyt arról, hogy van Isten az égben, és Istennek van ilyen ígérete, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy, mármint azoknak, akik ebben hisznek. Istennek van olyan ígérete, hogy kenyér kéregetővé nem válik az igaz, ahogy a 37. Zsoltár állítja. Istennek vannak kijelentései, és amikor már éppen a szélére sodródunk az anyagi ellehetetlenülésnek, jó ezekre az ígéretekre gondolni. A Biblia azt állítja, hogy senki nem fog éhen halni, aki Istenben bízik, aki Istenhez ragaszkodik. De ha beállít hozzánk valaki, aki kér, ha nálunk levő alig valamiből, akkor adjunk, mert nagyon sok ilyen ember van még a világon, aki ellehetetlenült, akit kiszipolyoztak, vagy a maga hibája miatt esetleg ilyen helyzetbe sodródott. De Isten kegyelmes Isten, Isten látja a szükségleteinket, és Isten tanít bennünket arra, hogy ne a kívánságainkat töltsük be, hanem a szükségleteinket és ezért kérjük naponta, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Isten meg fogja adni, Isten biztosítani akarja. És királyok első könyve 17. fejezetéből kérem, hogy olvassuk el közösen ennek az asszonynak a történetét, aki éhen akart halni a fiával együtt, de nem tudott éhen halni.